Elkezdődött az ipari park bővítés a Csengerben, ennek a szélén fog megépülni az új börtön. A közbeszerzés még folyamatban van, ha ennek vége, elindulhat a beruházás. Évekkel ezelőtt jelentették be, hogy országszerte 8 új, az európai normáknak is megfelelő, korszerű börtön épül Magyarországon. Ezzel a jelenlegi intézmények zsúfoltságát szerették volna csökkenteni. A forrás nem volt rá elegendő, a közbeszerzéseket érvénytelennek nyilvánították. Azóta meglévő börtönök felújításával és bővítésével hoztak létre új férőhelyeket. Szabolcs megyében két épület építéséről adtak hírt korábban, végül Csengerben biztosan megépül az új intézet, közölte a település polgármestere. A börtön 500 férőhelyes lesz, 250 dolgozóval, de itt a munkahelyteremtés nem fog megállni, hiszen minden börtönhöz vannak olyan beszállító közbeszerzések, amelyeket meg kell valósítani, és ezt úgy tudjuk, hogy ezt egy állami non-profit KFT fogja végrehajtani, ott szintén munkahelyteremtés lesz, és nagyon fontos az, hogy a helyi vállalkozókat, gazdákat, őstermelőket, kisvállalkozókat be tudjuk majd vonni, hiszen ugye rengeteg nyersanyagot kell beszállítani ebbe az intézetbe, ugye 750 ember kell naponta többször etetni, például ha csak ezt az étkeztetésnél maradunk, és természetesen oda nyersanyagot meg kell termelni, és ezért szeretnénk a Csengeri térségébe élő gazdálkodókat is bevonni, termeljenek, a BV felvásárolja ezt, és ez azért fontos, mert nem csak aktívan a 250 embernek adunk munkát, hanem áttételesen ugye azok a gazdálkodók is fognak benne majd béreket kapni, vagy bevételt kapni, akik beszállítanak a börtönbe. Ha lezárul a közbeszerzés, 2 éven belül kell megépíteni a börtönt Csengerben. A helyi középiskolában pedig a rendészeti képzés is elérhető, így a leendő munkaerőt is tudják biztosítani, tette hozzá Forján Zsolt. Más fejlesztés is folyamatban van a településen. 250 millió forintos támogatásból épül például új buszpályaudvar. Ez a beruházás hamarosan befejeződik. Több más helyi épülethez hasonlóan, ez is Makovec tervek alapján készül. A település népesség megtartó erejét Csengerben is leginkább a munkahelyteremtés erősíti, ezért bővítik az ipari parkot, ehhez 30 hektárnyi területet vásárolt az önkormányzat az elmúlt években. A teljes közművesítésre pályázatot adtak be, illetve autó- és kerékpárutat is építenek majd. Már vannak jelentkezők, a vállalkozók, akik szeretnének csarnokot, üzemet, gyárat építeni ide az ipari parkba, és emellett pedig most már Csengerváros önkormányzat azon is gondolkodik, hogy egy új lakóparkot szeretnénk megépíteni, ahol a fiataloknak kétféle lakhatást fogunk biztosítani. Az egyik az, hogy bérelheti tőlünk az ingatlanokat, a lakásokat, a másikat pedig megvásárolhatja, és a telekhányadat pedig ingyen fogjuk a fiataloknak odaadni, ezzel akarjuk támogatni a letelepedésüket. A fiatalok közül egyre több az érdeklődő, tette hozzá Forján Zsolt. A tervek szerint, ahogy elindul a börtön építése, összehívják majd a Csenger közeli 11 kis település érintettjeit, és velük szeretnének egyeztetni, hogy milyen igényeik vannak a lakásépítés tekintetében.